Az ész mellett az erőre is szükség volt az idei Vajda napokon. A hagyományos tanév elejé diáknapokon most is vetélkedőre hívták az osztályokat. Volt kvíz és művészeti feladat is. A kétnapos rendezvényt a 11. C osztály szervezte meg. Nagyon jó közösség, rengeteg a program, és szerintem az, hogy ilyen fiatalon például megtapasztalhatjuk, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt milyen megrendezni, ez is egy hatalmas lehetőség, és abszolút nem minden középiskola nyújtja ezeket a lehetőségeket. Gyuska, nem is találkozott. Idén 100 gólya van a gimnáziumban. Közülük az egyik osztály 6 évfolyamos képzésben vesz részt, így számukra már ismerős az intézmény. Fontos célkitűzés, hogy a 9-esek beilleszkedjenek az iskola közösségébe. Szerintem ez egy hatalmas nagy élmény. Ugye a testvérem is ide járt, ő mesélt róla mindig, hogy milyen volt a Vajda napok, és ez nekem egy álom volt, és úgy érzem, hogy egy álom valóra vált. A programon részt vesznek a tanárok is, így velük is jobban megismerkedhetnek az új tanulók. Az iskola vezetése büszke a hagyományokra, így fontos számukra ez a program is. A szervező osztályt a szülők és az iskola is segítette a feladatban. A Vajda János gimnáziumban korlátozásoktól mentes tanévben bíznak. Egy nagyon jó eljárásrend alakult ki gyakorlatilag, ami sokkal inkább az egyéni felelősségre, mint a közösségi zárásra épül, és én azt gondolom, hogy ez is tud egy erősítő dolog lenni. Nagyon sok mindent tervezünk, folyik még a 250. évfordulós rendezvények, volt ünnepélyes tanévnyitónk, lesznek különböző házi versenyek, amelyek ebben a témában forognak, és természetesen majd november 14-én a központi évfordulós rendezvényünk, úgyhogy azt gondolom, egy gazdag évnek nézünk elébe. Az emelkedő költségek miatt kevesebb külföldi utazást terveznek a gimnáziumban, de bíznak abban, hogy tavasszal újra elindíthatják a szabadidős és nyelvtanulást is segítő programokat.